Hétfőn tértek haza a szekszárdi kajakkenu SE fiatal sportolói a Dániában megrendezett Európa-bajnokságról. Nagy sikernek számít, hogy a Tolnai Megyeszékhely klubjából három sportoló is képviselhette a magyar színeket Szilkeborgban. Turgonyi Olivér, Horváth Tamás és Víg Vivien küzdelmes versenyeken vannak túl. Bár itthon 100%-osan felkészültek, mégis a bajnokságon nem várt akadályokba ütköztek, amik hátráltatták a dobogós helyezés megszerzését. Nagy reményeket fűztem ehhez az egészhez, viszont a rajt után nem úgy jött össze, hogy én akartam, sajnos is beszorultam, hátra kerültem, és a legutolsó helyről kellett előre mennem. Ezen a 19 kilométeren csak az 5. helyet tudtam elhozni, de úgy gondolom, hogy jobb versenyzés volt, teljesen kiküzdöttem magamból a legjobbat, és jobbat nem is kívánhatnék. Horváth Tamás és Turgonyi Olivér alkott a páros a bajnokságon, K2-ben 21 kilométeren 7. helyen ért célba. A vízen nagyon jól mozogtak, de a futószakaszok a vártnál rosszabbul sikerültek. Ebben a versenyben vannak futószakaszok is, és ők a futószakasz gyakorlatilag alig-alig tudták teljesíteni. Tehát hiába küzdötték föl magukat minden futószakasz után az első boly közelébe, egyszerűen ott annyira lemaradtak, hogy nem tudtak menni, és nyilván ez a lábzsibbadás az evezés közben is zavarta őket, úgyhogy egy ilyen óriási küzdelemmel végigevezték ezt a versenyt, és lettek hetedikek, tehát az mondjuk mindenképpen mellettük szól, hogy ha ilyen probléma volt, sem álltak ki, és végignyomták ezt, de ott azért van hiányérzetünk, hiszen én azt gondolom, hogy az első három helyezés bármelyikén meg lehetett volna. Bár az Európa-bajnokságon való részvétel nem egészen úgy sikerült a sportolók számára, ahogy szerették volna, mégsem csüggednek, sőt, ezek az eredmények arra ösztönzik őket, hogy a legközelebbi megmérettetésen még jobban teljesítsenek.